Jó estét, tiszteltel köszöntöm Önöket. Egy olyan vendégünk van ma estére, akitől nagyon sokan várják a csodát. Nagyon sokan várják azt, hogy megtalálja a rák ellenszerét. Csak így, ilyen egyszerűen. Hogy ez lehetséges-e, hát talán megtudjuk. Dr. Kulcsár Gyula, 62 éves vegyész, biokémikus, egyetemi adjunktus, a Cölevét program tudományos igazgatója. A természetes tumorellenes védelem és az aktív ráksejt pusztító keverék felfedezője. Opera rajongó, aktív futballista, ritka borok gyűjtője. Meg családapa, meg még ezt hosszan lehetne sorolni. Jó estét, köszönöm, hogy eljött hozzá. Kíván. Újra és újra előkerül az, hogy hát akkor most megtalálták a rák ellenszerét. Ebben mi nagyon erősen hiszünk, akik csak nézzük azt, hogy mások mit csinálnak, önök meg akik csinálják, mindig azt mondják, hogy á, dehogy. De ez reménytelen? Hát nem reménytelen, mert újból és újból vannak olyan új felfedezések, amelyek hát hasznosak a daganatok elleni küzdelemben, de ugye általában ez az, hogy megtalálták a rák ellenszerét, ez egy kicsit ugyanolyan dolog, mint a világszabadalom, hogy igazából ezek így nem lehet kimondani. Megtalálnak olyan dolgokat, amelyek nagyon hasznosak és segítenek, és sok ember gyógyulásához hozzájárulnak, viszont így, hogy csodaszerű. Egyáltalán nincs. Van olyan, hogy a rák, vagy ez annyiféle betegség, aminek tulajdonképpen van egyfajta leírható mikéntje, tehát az, hogy egy rossz sejt elkezd burjánzani, de alapvetően ez ahány ember és ahányféle rákos elváltozás, annyiféle. Hát, tehát maga az alapbetegség ez, hogy tényleg kontroll nélkül burjánzanak a sejtek, de sokféle típusa van a daganatoknak, már eleve a helytől függően is, hogy hol alakulnak ki, milyen típusú sejtekből keletkeznek. És hát természetesen azt szokták mondani, hogy nincsen olyan gyógyszer, amelyik minden típusú rák ellen hat, és ez így igaz. Viszont nekünk sikerült felfedezni a szervezetünkben az immunrendszer mellett létező egy másik védelmi rendszert, ami képes elpusztítani a ráksejteket, és ennek a hatása általános. Természetesen azért nem lehet mondani, hogy csodaszer, mert nagyon késői stádiumban, tehát amikor már rengeteg sejt van ott, ugyanúgy, mint minden más szer, sajnos ez sem tud segíteni, de a időben észrevett daganatok esetében az ez alapján kifejlesztett tabletta, illetve italpor nagyon-nagyon hasznosan használható, és hát nagyon sok jó tapasztalat van. Természetesen mindezek még tudományosan is alá vannak támasztva. Önöknek mennyit segít a genetika? Ugye ez a másik, amitől a vegyészkedésen túl, ha elnézést, hogy így apostrofálom mindazt a nagyon komoly munkát, amit végeznek önök, és még rengetegen a világban. Tehát ez az, amitől még nagyon sokan nagyon nagy csodákat várnak, hogy már a megszületés pillanatában lehessen tudni azt, hogy valakinek milyen rákos elváltozásokra van esélye, amúgy a születésétől kezdve. Ez például önöknek hát, segítség? Igen, ez nagy segítség az úgynevezett personal medicine, tehát a személyre szabott gyógyászatnál, hiszen ezek például, ami ma Magyarországon is úgy tudom elérhető, meg tudják alapítani, hogy az adott daganatnál például genetikusan bizonyos kezelések kizárhatók, vagy jobban használhatók, és például feleslegesen nem kezelik citosztatikumokkal az illetőket. De a mi esetünkben is a genetika segít olyan szempontból, hogy ugye feltérképezték az egész humán genomot, és mi tudtunk végezni olyan kísérletet, illetve nem is mi csináltuk, hanem Turkuban, Finnországban végezték, amelyet aztán Stockholmban, a Karolinska intézetben hát értékeltek ki, amikor is meg lehetett vizsgálni azt, hogy a humán ráksejtekben ezzel a bizonyos védelmi rendszer anyagaival kezelve a ráksejteket milyen géneknek, az összes humán gént vizsgálták, ez kb. 30 ezer gén, hogy milyen géneknek változik meg a úgynevezett expressziója. És hát kijött például egy nagyon fontos eredmény, ugyanis korábban mi kimutattuk mind sejtenyésztéses kísérletben, mind állatkísérletekben az Országos Onkológiai Intézetben Gáldezső és munkatársai, hogy ez a készítménynek a molekulái, illetve hát a természetes védelmi rendszer, tumorellenes védelemnek a hatóanyagai, ezek fokozzák a tradicionális, tehát a kemoterápia, a citosztatikumoknak a hatását. De tehát ezt kísérletileg megállapították, de igazából akkor még nem tudtuk a magyarázatát, viszont ezekből a genetikai úgynevezett DNS microarray vagy DNS chip kísérletekből kiderült, hogy
ezek a molekulák, amelyek benne vannak ebbe az italporba tablettába, ezek csökkentik azoknak a géneknek az expresszióját, amelyek olyan fehérjéket kódolnak, amelyek képesek a citosztatikumot kipumpálni magukból. És akkor ezek a sejtek egyrészt kevésbé pusztulnak el, vagy egyáltalán nem pusztulnak el, és ezek olyanok, amelyek aztán szépen ott csendben maradnak, lassan nőnek, és néhány év múlva elérik azt a nagyságot, ami már detektálható, ez kb. 1 milliárd sejtet jelent. És akkor ilyenkor mondják azt, hogy hát sajnos újból kialakult a daganat, recidíva, stb. Na most egyébként ilyen szempontból lényeges még, hogy ezennél a védelmi rendszer molekuláinál már elméletileg is várható, hogy el tudják pusztítani ezeket az úgynevezett rezisztens sejteket is, hiszen amíg a citosztatikumok idegen molekulák, és ezért tudják őket a ráksejtek felismerni, a védelmi rendszer hatóanyagai, hatóágensei, azok saját szervezetünk molekulái, tehát a ráksejtek nem ismerik fel őket. Természetesen ezeket kísérletekkel is igazoltuk, hiszen lehet vásárolni a sejtbankokból olyan tumorsejtvonalakat, amelyek sokféle citosztatikumra rezisztensek, és ugyanúgy pusztították tehát őket ezek a molekulák. Ami önöknek most van, most nagyon leegyszerűsítem, de hát akkor most tényleg tegyük egyszerűvé. Az arra jó, hogy segítsen a megelőzésben, tehát hogy ne alakuljon ki, és segítsen a rossz kifejezéssel az újrafertőződésben, ez nem egy fertőző betegség, tehát hogy a rákos burjánzás újra meginduljon. Tehát ezt a kettőt tudja, mondhatja nagy biztonsággal kezelni? Nem, az igazság, ezt is, de az igazság az, hogy a kísérletek egyértelműen azt kutatták, mind sejtenyésztés és mind állatkísérletek, hogy körülbelül ugyanolyan hatása van önmagában, mint a szokásos kezelésnek, tehát mint a citosztatikumoknak, amit a kemoterápiánál adnak, de emellett, mivel el tudnak pusztítani, hiszen ez a feladatuk az élő szervezetből, hogy ők elpusztítsák a ráksejteket, ez természetes, hogy amikor kezd kialakulni a daganat, amikor kevés ráksejtben, akkor ez még jobban csinálják, egyrészt matematikailag is várható, de mivel ez egy védelmi rendszer, eredetileg is ez a feladata, és amíg egy bizonyos szint alatt marad a keletkező ráksejtek mennyisége, addig el is tudja pusztítani és megvédi a szervezetet, hisz végül is tehát erre mondtam a megelőzést. Igen, így van, tehát ez a megelőzés. Lehet arra használni. Hogy jött rá, bocsánat, hogy közbevágok, ugye van nekünk egy immunrendszerünk, és ön meg azt mondja, hogy van az általános immunrendszer, és van a speciális, amely kifejezetten a rákos sejtek ellen lehet jó. És hogy ez ott van a mi szervezetünkben, csak ez segíteni kell a munkában. Így van. Erre hogy jött rá? Hát annak idején, amikor elkezdtem a kutatásokat 87-ben, akkor ugye olvasva a szakirodalmat, felfigyeltem egy érdekes ellentmondásra, mégpedig arra, hogy ugye az écesekben teljesen legyengül az immunrendszer. Olyan mértékben, hogy például észrevették, egy éces betegnél vese átültetés után, hogy ő éces, és akkor nem adták neki a szokásos gyógyszereket, hogy ne löködjön ki a vesé, és mégsem löködött ki. Tehát magyarul annyira legyengül az immunrendszer, hogy még az idegen testet sem löki ki. Most ezek alapján úgy gondoltam, ha az immunrendszer védene csak egyedül a daganatok ellen, akkor ebben az esetben az écesekben az összes daganatnak el kellene, tehát rengeteg. Tehát nem is az észben halnának meg nyilván, persze. Így van. Tehát nagyon nagy mennyiségben ki kell alakulni, de a klinikai megfigyelések azt mutatták, és ez volt az érdekes, hogy nagyon sok olyan daganat van, amelyik nem alakul ki gyakrabban, mint az egészséges emberekben, az észesekben sem, és ez mindenképpen hát valami megakadályozza. Tehát kell ott lenni valaminek. És nem mondták az ismerősé, akikkel erről beszélt először, hogy ez hülyeség? Hogy nincs két hát, immunrendszerünk. Tehát, hogy ugye minden új gondolattal igen, szemben azonnal van egy ellenválasz mindig, hogy hát ez honnan veszhetem, bizonyítsd be. Hát igazság szerint nem, mert akkor én még egy elég kezdő voltam, és hát egy asszisztens, sőt akkor az elején talán még asszisztensem se volt, tehát elkezdtem ezt kutatni. Hát a professzor olyan szerencsém volt, mivel még nem voltam teljesen biztos, hogy ebben mi jön ki, megengedte, hogy úgy csináljam, és mondtam, amikor lesz eredmény, akkor természetesen egybe el fogom mondani, meg fogom mutatni, de hagyta, hogy dolgozzak, úgyhogy végülis az elején teljesen egyedül csináltam. Amikor a szabadalmat írtam belőle, akkor viszont megmutattam a volt tanítványaimnak. Ugye én 24 évig tanítottam a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, és hát sokan, én nagyon jobban voltam mindig a diákokkal, nagyon sok barátom volt köztük, és valahogy egy kicsit más volt a viszonyom, mint más emberhez. Tehát ugye az ember, akit tanított, az
jó, nem olyan, mint az apja, de azért mégis hát egy kicsit már, igen, igen. És ezért őnekik mutattam meg először, és tehát ez volt az első olyan kontroll, és miután jónak tartották, akkor végül is beadtam a szabadalmat. Sokan kitartanak régóta mellett? Természetesen. Tehát, csapata van? Igazából, saját állandó csapata? Hát igen, most már ugye 2009-ben az a cég, aki kifejlesztette ezeket a készítményeket, felszerelt egy nagyon jó laboratóriumot, tényleg a legmodernebb felszereléssel, és hát alkalmaztak embereket, kutatókat, asszisztenst, és olyan szerencsénk volt, hogy nagyon-nagyon jókat sikerült tényleg találni. Hát ebben nyilván benne van az úr is, aki most következik, és akit őről kérdeztünk. Egy nagyon alapos, aprólékosan alapos kutató, aki minden eredményét többször, sokszor igazolja, bebizonyítja, megismétli. Így aztán azt gondolom, hogy az az eredmény, az egy igazi eredmény, azt mindenki, úgy a szakma, mint a laikus is, el kell, hogy fogadja. Tehát ő olyan ember, aki megtesz mindent azért, hogy az biztosan úgy legyen. Ő hisz abban, hogy amit csinál, az egy jó, és az előbb-utóbb eléri a célját. A cél pedig világos, ugye segíteni a rákbetegeknek. De ő ezt 30 éve hiszi. Hiszi ezt akkor is, hogyha érik olyan negatív dolgok, amik más embertesek eltántorítanak. Őt nem. Tehát, hogyha őt nem engedik oda egy magyarországi onkológiai kongresszus, hogy elmondja azt az eredményét, amit már nemzetközi lapokban megjelent, akkor ez nem elkeseredik, hanem azt mondja, akkor tovább kell dolgozni, akkor el kell mondani külföldön, kell írni cikkeket, előbb-utóbb majd minden átmegy a maga útján. Tehát nem az a típus, se ő, se én, aki ugye keressük azt az okot, hogy miért nem. Mi azt keressük, hogy hogyan. Ő azért most is 60 éven felül napi 10-12 órát dolgozik a laborjába, tehát ugye azért ez egy tiszteletre méltó dolog, mindezt hittel, lelkesedéssel, minthogyha 30 éves lenne. Ő egy megbízható, egy hiteles ember, aki a személyes kapcsolataiban is azt mutatja, amit a munkája, hogy meg lehet benne bízni 100%-osan. Hát így könnyű. Ilyen munkatársakkal. Hát ő ráadásul nem közvetlen munkatársa, hanem ő az, akinek a kezében az egész dolog van, és ő barátom, annak ide együtt kezdtünk egy laborban, mikor kezdők voltunk, és hát ő, tehát amit én kitaláltam elméletileg, azt ő megvalósítja a gyakorlatban. Ő a gyakorlati ember. Van, pontosan. Most mit kísérletezik a laborban? Na mondja, hogy Lex úr, hogy most is 10-12 órát töltött. Hát sok minden irány van, igazából amit szeretnénk vizsgálni, nincs is mindegyikre idő sajnos. Hát az egyik a mechanizmus kutatása, tehát hogy pontosan ezek a molekulák hogy pusztítják el a ráksejteket. Erről ma már elég sokat tudunk, és az az érdekes benne, hogy ez is alátámasztja az általános hatását ezeknek a molekuláknak, tehát hogy minden típusú daganat ellen hatnak, ugyanis sokféle módon tudják elindítani a ráksejteknek az úgynevezett apoptózisát, tehát az öngyilkosságát, és tehát olyan sejtekben, ahol van egy bizonyos P5 fáram nevű fehérje, ott azon keresztül, ahol nincs, akkor el tudják pusztítani, hogy másokat aktiválnak. Tehát minden formát megtalálnak arra, hogy valahogy rábírják a sejteket. Ez egy természetes intelligencia, vagy önök által adott intelligencia? Hát ez létező, tehát ez a természet tudása, tehát ezt a védelmi rendszert használja, mióta létezik az ember, sőt szerintem az állatoknál is ugyanez működik. Akkor voltaképpen csak ezt erősítik ezek, így van, ezek az anyagok. Meghatároztuk, hogy melyek a hatóanyaga, és ezt beleraktuk egy készítményt, hogy kitörülve bevesszük, és akkor itt több ráksejtet tudnak. Legszor mondott egy furcsa érdekes mondatot, amit a nemzetközi publikációkban meg tud jelentetni, az sok esetben Magyarországon egy konferencián nem tudja elmondani. Miért nem? Hát az az igazság, hogy én azért elég sokat olvastam, főleg régebben, és hát nagyon sok tudománytörténeti dolgot is olvastam, és azt tapasztaltam, vagy hát azt lehet tapasztalni, az ember ilyet tanulmányoz, hogy azért az új dolgoknak mindig nehéz, tehát mindig túl kell törnie magát egy ellenálláson, ami viszont olyan szempontból jó is, hogyha ezen túljut, akkor az valószínű már egy... Na jó, de külföldön könnyebb túljutni a magyarként, mint Magyarországon? Hát elég érdekes dolog, mert még nem is ez a konferencia, hanem hogy a klinikai vizsgálatokat egy magyar egyszerű folyóiratban, aminek még infofaktora sincs, nem fogadták el. Ugye akkor Amerikában egy sokkal komolyabb tudományos folyóiratban, ott meg elfogadták. De hát mondom, én ezt természetes dolognak tartom. És igazából így a tudomány történeti dolgokat olvasva régen megfogalmazódott bennem, hogy
úgy lehet sikert elérni, ha külföldön érünk el sikert, és visszajön a híre. És erre egyébként de tudok mondani. De nem lehet proféta az ember a saját hazájában, van erre egy ilyen mondás. Ezek szerint így van. Tehát, hogyha ha valaki külföldön jön, hamarabb elhisszük, hogy tud valamit, mintha a szomszédunkban de mondja. Ez nem csak Magyarországon van, például sok mindenki ismeri, vagy legalábbis nagyon sokan Csajkovszki bémol zongora versenyét. És ő, amikor megírta, akkor egy nagy orosz zongora művésznek, Anton Rubinsteinnek ajánlott, ez nem Arthur Rubinstein, hanem Anton Rubinstein, de nagyon nagy művész volt ő is, és az meghallgatta, és azt mondta, hogy hát ez egy nagyon gyenge dolog, tele van lopott témákkal, igazából egy-két oldalt hagyja meg, a többit írja újra. Most Csajkovszki annyit csinált, egy dolgot írt újra, áthúzta Rubinstein nevét, és ajánlotta Hans von Bülownak, aki egy német zongorista volt, aki meghallgatta, és megkérte, hogy éppen megy Amerikába, elviheti ezt. Abban az évben 193-szor játszott, akkora sikere volt, és bár nem volt akkor még internet, mégis visszajutott a híre Oroszországba, és akkor hát Rubinstein az felülvizsgálta a nézeteit, és megbeszélte Csajkovszkit, és utána ő is felvette. Hát távoli hasonlat, de értem, hogy honnan merít előtt. De értem, hogy honnan merít előtt. Amikor a versenyhivatal eljárást indít önök ellen, mert hogy azt hirdetik, hogy segít a rákos megbetegedések gyógyításában az önök szere. És szerintük meg ez nem így van. Akkor mire gondol? Ez nem igaz, hogy szerintük nem így van. Ők nem azért hirdetnek, hanem azért, mert vannak bizonyos hát ilyen reklámtörvények, amik nem engednek bizonyos állításokat. De ez egy versenyfelügyeleti eljárás volt, amit a versenyhivatal indított. Igen, de nem ezért, mert hogy ők ezt eszükbe se jut, hogy ezzel foglalkoznak, hogy ez tényleg jó-e vagy nem jó. Ők csak az, hogy a reklám felületre mit lehet kiírni, és az nem tökéletes. És hibáztak? Hát igazából én úgy gondolom, hogy nem, mert nem azt írtuk ki, tehát a tudományos közleményünkről akartunk egy információt adni az embereknek, tehát még odaírtuk a hivatkozást is, hogy ebben a folyóiratban jelent meg valami. Tehát én úgy gondolom, hogy nem hibáztunk, de hát ők tudják azért a törvényt, tehát majd ők elbírálják. Megszokta ezt már? Megszokta? Hát én eleve ezt természetesnek tartottam. Tehát, hogy nem mennek simán a dolgok. Talán de ez miért természetes? Az Európai Uniótól kaptak pénzt jó módkorában fejlesztési célokra. És amikor az a fejlesztési sorozat befejeződött, akkor volt egy sajtótájékoztató, hogy azt mondták, hogy hát gondolkoznak, hogy megint az Európai Unióhoz fordulnak. Azért, mert itthon nincs forrás, vagy azért, mert ezt is feladta egy kicsikét, hogy itthoni hazai forrásokból fejleszten tovább? Hát igazság szerint ez a pályázati dolog, ez inkább úgy megy, hogy ugye kiírnak pályázatokat, és amelyikbe beleillik a miénk, azt megpályázzuk, és hát ha lenne olyan magyar pályázat, akkor természetesen azt is megpályáznánk. Tehát ezek pont ilyen Európai Uniós pályázatok voltak, meg szerintem azok is lesznek, hiszen az eléggé támogat bennünket. Tehát inkább ez az oka, hogy ilyeneket pályáztunk meg. Azt mondtam az elején, hogy ugye nagyon sokan azt várják, hogy a csoda majd létrejön, és valaki egyszer ki fog állni tényleg a nyilvánosság elé, és azt mondja, hogy hát itt az ellenszer. Magyarországon ma ez hogyan megy, hogyha valakinek nincs pénze? Ugyanolyan ellátást kap, mint akinek sok pénze van? Ugyanannyi esélye van a gyógyulásra? Hát mivel vannak ma már ugye magánklinikák is, illetve bizonyos olyan vizsgálati módszereknél, amelyekben nagy a sorbaállás, bevezették, hogyha valaki ki tudja fizetni, mert ugye ezek elég drága dolgok, akkor az hát előbbre kerül a sorba, vagy talán nem is kell kivárni a sort. Tehát ilyen, ha ezeket veszük, akkor mindenképpen jelent ez. Akinek több pénze előtt van, több esélye van? Hát igen, úgy tűnik, de ez valószínűleg mindenhol a világon így van. Hát igen, miközben látunk gazdag embereket, akiknek a sorsa pont úgy végződik olyan szomorúan, mint akinek mondjuk ne lett volna pénze. Ugye a Steve Jobs története igen, volt igen. Ezügyben a legismertebb az elmúlt időszakban. Lesz olyan szere, amelyikkel széles mosolyal kiállva azt tudja mondani, hogy ezt és ezt a rákot biztosan meg tudom gyógyítani. Gondolom, ilyenen is dolgozik. Hát
Igazából, tehát ez így nem lesz, illetve lehet, hogyha bizonyos vizsgálatokat akarnak végezni, akkor előírják azt, hogy egy adott típusú rák ellen kell vizsgálni, de igazából azért ez mindig az összes ellen hat, hiszen magából következik, tehát mi egy védelmi rendszer része elvárható, és minden kísérlet, sejtenyésztéses állatkísérlet, a mechanizmus vizsgálat, minden alátámasztja ezt, hogy ez tényleg ilyen. És ezt inkább Ami fontosabb lenne, hogy tényleg elérni azt, hogy ezt használják is, hogy lehetőleg minél többen használják. Ugye bizonyos szempontból szerencsénk van. Egy gyógyszernél általában az, hogy kitalálnak egy mesterséges molekulát, és 20 évig vizsgálgatják, mert nem merik az embereknek adni, és akkor adják, hogy ez egy gyógyszer. Mi szerencsések vagyunk, mivel ezek teljesen természetes anyagok. A saját szervezetünk molekulá ennél természetesen nem létezik, ugye? Tehát, és ennél kevésbé ártalmasnak várható, és klinikai vizsgálatok még igazolták is azt, hogy ez tényleg nem ártalmas. Tehát mi ezáltal ilyen formában odathatjuk, mielőtt miközben folyik a gyógyszerfejlesztés. És ez lesz a gyógyszer is. Ön szedi a szulevitet? Természetesen. Gyerekei? Természetesen mindenki. Én egészen nagy mennyiségben. Igen, igen. Hát a feleségemnek mondjuk oda kell készítenem, mert különben ilyen elfelejti, de egyébként ő is szedi, tehát nem azért, mert nem akarja. Én egészen nagy mennyiségbe szedem ilyen napi 30-40 szemet, mert hát egyrészt látom ugye a hatását, tehát nap mint nap, tehát tudom, hogy milyen jó hatása van, és nem csak az, hogy ugye ezek együtt elpusztítják a ráksejteket, az egy dolog, de emellett, amikor kijött, hogy melyek azok a molekulák, amik részt vesznek ebbe a védelemben, akkor én utána néztem az internet lehetőségeit kihasználva, hogy mit lehet ezekről tudni. És kiderült, hogy ezek közül nagyon sokat használnak Amerikában, Angliában, önmagában valaminek a természetes kezelésére. Például az egyiket alvászavarok kezelésére, másikat természetes fájdalomcsillapítónak, harmadikat premenstruális szintomománál, stb. És ezért aztán nagyon sokat vizsgálták is őket, és egyrészt kiderült az, ami várható is volt, hogy hát nagyon nem toxikusak, és kiderült, hogy van egy csomó jó mellékhatásuk. Tehát amikor én előadást tartok, akkor szoktam mondani, hogy amellett, hogy ezek a molekulák elpusztítják a ráksejteket, hogy ne csodálkozzanak, ha valaki jobban alszik, mint azelőtt, nem fáj, ugye, ami addig fájt, mert ezek mind benne vannak. Járj még focizni? Igen, igen. Hányszor? Hát hetente kétszer járok, de az egyik társasággal 26. éve focizom, a másikkal 13. Ez például, hogy hát ez például egy jó referencia lesz, hogy találkozunk 25 év múlva, és akkor beszámol róla, hogy mekkora gólt rúgott az elmúlt héten. Igen, hát ez nagy öröm, meg hát nagyon jó érzés, hogy az ember egy ilyen sportban részt vesz, és hát a gólrúgás az megkülönböző. Hát na-na, vigyázzon magára, vigyázzon ránk, jó munkát kívánok Önöknek, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is a lehetőséget. Én meg még számítok a figyelmükre, mert mindjárt pici reklámot folytatjuk.